Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megköszönöm Péter fantasztikus gondolat és kérdés ébresztő bevezetőjét. Elgondoltam, hogy az élet élvezete és a halál ismerete hogyan függ össze, valamint az önismeret és egy jó párválasztás hogyan függ össze, illetve egy csoportban való jelenlét és egy felkészülés a csoporthoz való csatlakozásra, hogy függ össze. Ezt nézd meg magadban. Gyönyörű gondolatokat hallhattál, akkor lehet felnőtt módon az élet szeretetéről beszélni, ha halált már valahol megismerted. Akkor lehet a párkapcsolat minőségéről beszélni, ha egyszer a teljes magányt tapasztaltad, és akkor tudsz a csoportban teljesen jelen lenni, ha legalább egy pillanatra föl tudtad adni magadat. És ezek a nagyon szélsőséges paradoxonok, ezek kijelölik az ember útját elképesztően megjósolható emberek vagyunk, így test, lélek és tudatosság hármasában. Elképesztően kerüljük a szenvedést, a nélkülözést, a sikertelenséget, a megaláztatást, a tiszteletlenséget, és keressük a szeretetet, jólétet, elismertséget, harmóniát, sikert és a többit. És mégis úgy tűnik, hogy több ezer év alatt az emberiség nem tanult annyit, hogy olyan minőségeket honosítsunk meg társadalmainkban, hiszen nagyon sok sokféle társadalom van a Földön, hogy ezek beálljanak egy tartós növekedési pályára. Valahol mindig visszazuhanunk, legyen az a, a család több generációra épülő karmája. Hallhattad, hogy ha nem tudod vállalni az őseid karmáját, akkor miért? Ha pedig vállalsz belőle valamit, akkor mi az, amit vállalsz belőle? mi az, amit nagyon szeretsz, és mi az, amit nagyon utálsz abban, hogy egy adott családi karmával bírsz. A zen a legmagasabb szintre azt rakja, hogy ébredj föl és segíts másokon. Ez a felébredés szolgálja mind az egyéni karma per önismeret, a duális páros karma per párkapcsolat, a családi karma, amikor már gyermek, gyermekek vannak, egyik legfiatalabb nagyapa, akit ismerek, ugye Peti? És a csoportkarma tisztaságát ennek a négy nagy osztálynak sajátja az, hogyha ha felébredettebb tudatok vesznek részt benne, akkor kevesebb szenvedést termelünk magunknak és másoknak. Ezért is ülünk itt a műhelyben, ahol becentírozzuk a jelenlétünket, hogy ne billenjünk is se a múlt, se a jövő szélsőségeibe, mert elkezd remegni a féltengely, egyszer csak az árokban vagyunk, főleg, hogyha ilyen csúszós, esős úton megyünk. A pillanat tapasztalatából következik mindaz, amit hallottál. A tiszta tudat az az alapminőség, amelyre a többi épül. És hogyha az önzetlen segítő szándék benne van az egyenletben, akkor sosem lesz munka munkanélküli. Van-e kérdésetek? Nekem egy gyakorlati jellegű kérdésem lenne. Meditációs ülés közben egy ilyen 10-15 perc elteltével szoktam itt a homlokomnál egy ilyen, mint hogyha egy ilyen blokkoló valami lenne, mondjuk egy ilyen kőfal, valami ilyesmi, ilyet érzek, különösen akkor, amikor mondjuk olyan instrukciót kapok, hogy a, a koan kérdést azt tartsam a tantienbe, és igyekszek is a tantien fókusz tartani, de mégis valahol itt a homlokomnál érzek egy ilyen blokkot. Ez azért van, mert az elme rákattan a tárgyára egyben meg is tanulta azt, hogy nehogy gondolkodjon, mert az nem zenes. Ezt most nem minősítem, mert a kérdésedet nem szeretném minősíteni egy indirekt módon sem. De hogyha a tudat egyszerre feszül rá a tárgyára, és egyszerre folytja el, akkor torlódás van a homlok csakrában. Mint hogyha egy bevásárlókosára, egy nagy áruházban két ember ellenkező irányban és egyenlő erővel szeretne elindulni. Hát egyszerre akar az elme gondolkodni rajta, és egy modul pedig ezt letiltja. Az ember nincs olyan, hogy valami le van tiltva, csak megismered, hogy hogyan oldható meg egy probléma. Például egy intuitív kérdés az gondolkodás nélkül, egy analitikus gondolkodó kérdés pedig intelligenciával. És megtanult használni mindegyiket ott, ahol kell. Ha ráfeszültél, akkor nyugodtan lazítsd el. És szépen a figyelmedet vidd le a tanti ember úgy, hogy itt közben kimondhatod, hogy nem baj, nyugi, egy kicsit gondolkodhatsz, nincs az a semmi baj. Csak akkor szépen lehozod, 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 és a lélegzettel a köldök tájékán tudatosítod a jelenlétet, és akkor itt szépen ebben a nagy kohóban az összes hulladékvas ilyen szépen olvadt állapotba kerül. Abból lesz az új öntvény. Jó? Köszönöm. Szívesen. Hogyan írnád le az optimális zen praxis egy napra lebontva. Egyetlen pillanatra bontom csak le. Ez a pillanat az optimális zen praxis. Hogy ennek milyen formát adsz, az a te dolgod. Tehát amikor csak festesz, akkor az az optimális zen mert gondolkodás nélkül tetted. Amikor eszel, csak eszel. Amikor ülsz, csak ülsz énekelsz, csak énekelsz. És ha nem építesz rá ilyen ellenőrző, projektáló és egyéb metarétegeket, akkor nem rombolod le a tapasztalatot. És az egyé vált cselekvés, és az egyévált nem cselekvés ugyanazt az egységet hozza. Ezt a csak teddnek szoktuk hívni. Tehát a zengyakorlat nagyon sokféle lehet. De alapvetően van a formális zengyakorlat, és van a mindennapi életben megtartott zen tudat. Egyaránt szükség van mind a kettőre, amely eredetileg nem kettő, csak látszólag a helyszín más, mert itt van egy ilyen zen labor, egy karmikus röngenkép, odakint pedig teszed a dolgodat, de ugyanazt a látást kéne használni mind a két esetben. Itt egy kicsit lejjebb megy a karma, itt egy kicsit le van csiszolva a tükör. Aztán, ahogy hallod, az első kereszteződésben ráépítünk különböző reaktív tudatokat, és az elmének a tevékenysége elszabadul. És ne szabaduljon el. Tehát urald azt az irányt, legalább az irányt, az energiát meg az információt nem is mindig, csak azt az irányt, ami felé az egész megy. Valójában ez három dolog. Motiváció, szándék, célképzet. Ez az irányvétel együtt. A motiváció nagyrészt a múltból jön, a szándék itt van a jelenben, a célképzet pedig látszólag a jövőben. Ezt érdemes szétbontani azért, mert az emberek nagy része a múlt jelen és jövő hármasságában képzeli el magát, mint az időben haladó lényt. Valójában több körforgás részei vagyunk. Abban vannak lineáris ciklusok, illetve az egész összeáll egy linearitássá amely megint egy nagyobb ciklus része, amely megint egy lineáris szemlélet része. Valójában ez nem kettő, csak az egyik oldalról nézed, akkor ciklikus, ha a másik oldalról nézed, akkor lineáris. És az irányvételben benne van az, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Tehát ezt élni, ez a zen. A pillanat szabadságát tapasztalva felelősen teremtünk. Mert látjuk, hogy a múltból mit hoztunk, mit kell megtisztítanunk, mitől kell megszabadulnunk, mit kell újra teremtenünk, és a jelenben milyen helyzetben vagyunk. És ebből alakul ki az, amit jövőnek hívunk, de a jövő az valójában nincs, csak megvalósult és meg nem valósult projektek vannak. Ennyi. Tehát az en gyakorlat, az ennek a pillanatnak a tisztántartása mindig. Életeken keresztül. Oké? Okay? Egyéb kérdés? 2020. júliusának első napjaiban vagyunk. Nagyon félelmetesen kezdődik, igen. Egy nagyon furcsa fél év van mögöttünk. Több szempontból is szokatlan dolgok történtek. Szerintem mindannyiunknak van több furcsa tapasztalata is ebben az évben. És mi még mindig lélegzünk. És ez Milyen jó. Nem tudom, de lélegzünk, tesők. Sunim, azt szeretném megkérdezni, hogy mik a te tapasztalataid 2020 első félévére vonatkozóan? Hogy látod ezt a szokatlan évet? A... Figyelmeztetlek, hogy én nagyon elfogult vagyok ez ügyben. Egyrészt számomra ez az egész nem így a napév kezdete, hanem inkább a tavaly év, december első hete. Akkor csapott egy láthatatlan cunami ami olyan magasra, ami különböző erősséggel a mai napig van. A csoportkarmát nagyon sokféleképpen szokták leírni. Én most a kínai rendszer két aspektusát fogom felhasználni. Van öt elem, azoknak Yin és Yang párjai, ezek a gyökerek, és van 12 állat egy-egy fix elemmel az öt közül, ez a 12 ág vagy megnyilvánulás. És most egy olyan évben vagyunk, ahol a gyökere az egy víz-yang elem, és a megvalósulása vagy a megnyilvánulása szintén egy vízjang belső elemű állat, nevezetesen a patkányével. Ilyen párosításban ez 60 évenként fordul elő, és elfogult vagyok azt mondom, hogy szerencsére, mert van, akinek ez az év nagyon bejön. Van, akinek ez az elképesztő káosz, tevékenység, kreativitás, elképesztően bejön. Én azt látom, hogy nagyon nagy hullámokat kell uralni a tisztánlátás szörvdeszkájával, és folyamatosan előre és hátra bukunk. Vagy a hullám temet talál magán minket, vagy pedig beleharapunk a tenger fővenyébe. De az, hogy tartósan ezen az elképesztő komplex elmetevékenységen rajta légy, ahhoz gyakorlat kell, és itt van az, hogyha éveket, esetleg évtizedeket töltöttél belső munkával és külső karmatisztítással, helyes karmajogával, akkor esélyed van, hogy a saját és mások káosza nem fog elsodorni. Tehát ez az év nem arról szól, hogy te minden szempontból rendben vagy, hanem arról szól, hogy ez a dupla víziang úgy működik, mint a kis kávéfőzőből a gőzturbina egy másodperc alatt, az egyetlen hópihéből a teljes alpesi lavina, vagy himalájai lavina egyetlen pillanat alatt, és a vízcsapból lecsöppenő csöbből a niagara vízesés egyetlen pillanat alatt. Tehát az elme ennyire gyorsan szorozza meg a karmáját, sajátját és másokét fölfelé. Olyan mértékű projekciókkal, illúziókkal, hamis azonosulásokkal találkozom, hogy az eddigi praxisom eddig még nem hozott erre példát. És igyekszem segíteni, de itt az egyenlet ugyanúgy igaz, hogy te annyiban tudsz segíteni másokon, amennyire azt elfogadják, illetve amennyire a saját káoszodat uralod. Tehát mennyire saját az, ami benned van ilyenkor. Vagy mennyire sajátítottad el azt, amit a környezet éppen dob feléd. Akármiről is legyen szó, külső vagy belső feladatról, ha azonosulsz a karmáddal, itt, elsodor az ár. Ha nem azonosulsz a karmáddal, akkor felhasználod mindazt az energiát és információt tartalmat per lélektartalmat, ez egy kicsit akkor így emberibb, ami benne van. És itt iszonyatosan óvatosnak kell lenni, mert egy gomnyomás és az egész atomerőmű pillanatokat a levegőbe tud repülni. Én azt érzem, hogy ez az az év, amikor az előre kitervelt sémák nem működnek. A megválasztott stratégiák csődöt mondanak, és akármilyen taktikus vagy, már az egyiket is a faladja, de a másikat biztosan. És ezért kell nagyon-nagyon-nagyon figyelni a döntéseinkre. Ez nem hiba év. Ez egy brutális karma, ami kívül-belül egyénileg, párban, családban, csoportban van, és aki most hibázik, az nagyon sokáig fog takarítani. Viszont az is igaz, hogy a múlt hibáit ebben az évben nagyon jó fel lehet takarítani, ugyanúgy. Nagyon sok olyan kreatív energia jelenik meg, amely eddig nem. Olyan késztetéseket kaphatsz, olyan segítséget kaphatsz kívülről, amelyre nem is gondoltál. Hát azért kezdtem a rossz hírrel, hogy nehogy bárki elbízza magát, amikor a jó hírt mondom, akkor pedig óvatosságra intek. Úgyhogy a pillanat uralma, az elme tudatossága, a karma joga, az elképesztően fontos most, és ez az, amikor persze lehet alapozni, és minden kezdőt szívesen látunk, de ezt nem lehet alapok nélkül. Nem lehet gyakorlat nélkül. És azt látod, hogy az emberek porrázúzódnak a saját kanyarjaikban, elképesztő hibát vétenek két mondattal, megnyomnak egy pár gombot a számítógépükön, és elvész az összes adat, kész. Ugye tessék vigyázni. Három, négy, ötszörös tevékenységgel oldunk meg olyas valamit, amit egy egységgel meg lehetne. Projekció, hegyek, rétegek. Borzalmas. Akkor, amikor ez van, akkor kell a kemény kohan. Ma kaptatok egy páran keményet. És ez azért kell, hogy nagyon mélyre menjen a horgony, hogy tényleg a tengerfenékben megkapaszkodj, és a hullámok ne vigyenek el. Ez az a vihar, amikor a hajó orrát és tatját egyaránt le kell horgonyozni. Egy nem elég, kettő kell legalább. Ha nagyobb a hajó, még több. Ne hidd el a saját gondolkodásodat. Ne kövesd a saját érzelmi viharaidat. Ne engedj a az impulzív cselekvésnek, és főleg maradj csendben, amikor úgy érzed, hogy üvöltenél. Erre van szükség. És megfelelő tanti tudatosság nélkül, megfelelő center nélkül, nem megy. Ezt nem tudod elméből megcsinálni, mert ott van a probléma. Nagyjából ennyit a 2020-as évről. Nagyon köszönöm. De szívesen még csak 50%-nál járunk. Egyes konstellációk szerint ez decemberben véget ér, én vagyok, a holdév plusz két-három hónap. Tehát oda még át fog csapni szerintem. Egyéb kérdés? Hogyha már nálam van, akkor hagyd kérdezzek egy személyes dolgot, hogy ahogy Peti említette, ide jönni elég nehéz, itt maradni sem könnyű. Emmenni se kérdés. könnyebb, hiddel, Tehát amikor már megszoktad, akkor már tényleg nem akarod feladni, igen? Hát, Fogalmam sincs, hogy micsoda, de egy nagyon mély érzés, és csak megfélője vagyok annak, hogy innen menekülj. Tisztán a meditációban itt ülve. Most akkor az elme dolgozik, hogy menekülj, vagy én vagyok az elme, aki ránéz egy érzelemre, és azt mondja, hogy hát jó, van, aztán majd elmegy. Hát Mácsó Zenmestert idézném, hogy az elme nem a buddha, a gondolkodás nem az út. Tehát ezt ő rendben rakta nagyon régóta. Az elme nem te vagy, az a kompjútered. Ne azonosulj a kompjútereddel, mert akkor egyszer csak a szoftver összeomlik, és te omlasz össze. Nem, a szoftver összeomlik, te nem omlasz össze. Az operátor feláll, megvárja még újra buta, addig iszik egy kávét. Az elme mondja az önképpel szövetségben, hogy menekülj. Mert az önkép változásától félünk a legjobban. A megmutatkozó eddig rejtett karmától félünk a legjobban. A személyes apokalipszist utáljuk a legjobban, holott ez lenne a katarzisnak az alapja. Enélkül nincs megtisztulás. És azért van ez a menekül, vagy ide se gyere, ugye? Mert pont ettől a változástól félünk. És hogyha már megszoktad a szenvedésedet, és téged is így szoktak meg, akkor ebből a szerepből elképesztően nehéz kilépni. Elképesztően nehéz felvállalni azt, hogy igen, ez sem én vagyok. Igen, ezt a szerepet is vissza tudom adni. Köszönöm szépen, és vállalok egy másikat. Az önképváltozástól félünk a legjobban. Az egoitás halálától félünk a legjobban, és a megszabadulás útja pontosan ez. Nem a test és lélek szétválása, hanem az önkép halála. Az nem az élet megszűnése, hanem inkább egy új életnek a kezdete. Oké? Okay? Ezért van ez. és 7 hektár gyönyörűség van, és még 200 hektár madácsi csergés, és itt vannak a lovacskák, és napi háromszori fantörpikus kajcsi majcsi. Ugye? És ennek ellenére belül üvölt az önkép, üvölt az én, hogy menekülj. Suttogva is lehet üvölteni, úgy hatékonyabb. Egyéb kérdés? apropo fokozott ember tevékenység, meg dupla horgony, Ugye bár, hogy tudom úgy használni a mantrát akkor, hogy egy hegyű csiszolja a tudatot? Ez olyan szép kérdés volt, én nem is válaszolnék rá. Köszönöm. Fizetek. Maradjunk meg a kérdés nyitott tudatában, a megfogalmazás nagyszerűségében, az elmebéli gyémánt fényében, és És ennyi elég is. Ha megfogtad ezt a pillanatot, megfogtad a gyémántot és a kérdést, csak föl ne az újadat. Egyéb kérdés? Mi történik, amikor meghal az ego? melünk történik. Mit hallasz most? Csendben. A madárcsicsergés. Madárcsicsergés, az jó. Ebben volt én? Nem akkor meghalt. Mikor volt utoljára úgy igazad, hogy nagyon-nagyon törtettél érte, és mások ellen dolgoztál azért, hogy igazad legyen? Volt néha. Mindenkivel Ezt. előfordul. Ja. Na, akkor él nagyon. Nekem és csak is nekem van igazam. És az összes többi hülye. Szunkszenzen mester tanította. Ha kioltod a duális gondolkodást, az én lényegem, a te lényeged és az összes érző lény lényege egyé válik. Ha ragaszkodsz a duális gondolkodáshoz, te és a világegyetem szétváltok. Az egyévállás élménye az az énség halála, ezért félünk tőle. Előre félünk tőle. Pedig a vízcseppnek semmi félnivalója nem lenne az óceántól, mert eredetileg onnan jött. Úgyhogy ha csak teszed belül és kívül a dolgod, akkor nem merül föl, hogy van én, vagy nincs. A nem létező énség egy inverz egoitás, a létező énség egy nagyon megjelenő világos egoitás. Egyik sem igaz. Mind a kettő illúzió. Az, hogy tücsök, ciripelés vegyül a madarak énekébe, az most. Csak ez. Oké? Okay. Egyéb? Számomra brutálisan nehéz a haladó szintű elvonulásnak a, a meditációs üléseit így végigülni, és még ennél nehezebb az, hogy, hogy a gyakorlatot próbálom valahogy a maga módján értelmezni és megvalósítani. Valami kapaszkodót keresek. Van két ülőgumód. Már lehet, hogy nincs. Ha nem lenne, akkor azt már tudnád. Már Tehát lehet, kapaszkodj abba van. a szövet tenyészetbe, amely a két ülőgumó környékén van, és kipárnázza ezt a gyönyörű matracot, amit elfoglalsz. Mert addig jó, amíg az van. Ha már nincs mire ülni, akkor van probléma. Van mire ülni, van mit enni, van kikkel gyakorolni, van kitől és kiktől tanulni, és ez fantasztikus. A másik fele a kérdésednek, hogy ezt a gyakorlatot értelmezni a magad számára. Na ettől nehéz. Ne értelmezd. Csináld. Ugyanis, hogyha futtatod az elemző programot, akár részlegesen, akár tárrezidensként ott a háttérben mindig, az az elmetevékenység oly mértékben megnehezíti magát az ülést, hogy úgy kezd föl, mint hogyha egy bottal láthatatlanul téged 30-szor megvertek volna percenként. És ez a saját gondolkodásunk, ez az elképesztő kimerültség. Hát onnan tudod, hogy jól csináltad, hogy egyszer csak vége, és nem tudod, hogy mennyi időt telt el. És amikor a csukpi üt, akkor jöttél rá egy hűha. Hát nem volt semmi. És azért nem volt semmi, mert nem volt időélmény. Az elme nem termelt gondolatot, amire később ráléphetett volna, és így szögdécselhetett volna, hogy 3D-ben ugrál, mint majom egyik pálmafáról a másikra. Akkor van nyugi. Tehát ezért lelkesítelek téged és másokat is, hogy ne értelmezd a gyakorlatot, hanem csináld. Ekkor vagy jó helyen. Az, hogy egy időrend az szoros vagy laza, ezzel a kérdéssel először akkor szembesültem, amikor Sihedel gyakorlóként berültem egy olyan 90 naposra, ahol 30 perces ülések voltak. És a háromszor 30 több nem is volt így egybe, csak délután volt egy 4 30 as és utána séta. És mivel extra is szerettem volna én a szünetekben, és még munkaperiódus is volt, ezért én úgy éreztem, hogy hát ez egy kicsit szoros. És akkor egyszer csak egy meditációban időt adtam magamnak, hogy így átgondoljam, hogy valójában mit csinálok, és ezért jó a hagyomány, mert úgy elgondoltam, hogyha ha 1500 év alatt, ami a korai buddhizmusnak így a jelenlegi kora, emberek milliói tudták ezt csinálni, szerzetesek, szerzetes nők százezrei, és kitűnő gyakorlók tízezrei, akkor nekem most mi bajom van? Tehát valami vagy hiányzik, vagy pedig túl sok. És egyszer megszűntem gondolkodni erről az egészt, és megnéztem, hogy hogyan tehetek mindent hatékonyan, hogyan integrálódhatom a szangába. Egyszerre. És akkor elindult valami, amit a mai napig ilyen spontán szinkronélmény sorozatként élek meg, hogy minden akkor történik, amikor kell, mindenre pont annyi időm van, amennyi kell, mindig azokat találkozom, akikkel kell, és így egy ilyen gyönyörű, meghatározhatatlan gondviselés és flow élmény egyszerre. Na, ekkor gyakorolsz helyesen. Hogyha alul van az egész finanszírozva, akkor nem tudsz föllépni erre az energiaszintre, ha túlságosan sok az egyéni gondolkodás, akkor pedig kirepülsz belőle, mint a hal, és nem találsz vissza. Úgyhogy ez a belesimulás, ez az egyévállás, ez az, ami ezeket a kérdéseket megoldja, és nem egy olyan konklúzió, amit az elme végül elfogad, hanem egyszerűen az, hogy félreteszi az ezirányú gondolkodást, és helyesen cselekszik és beszél. És akkor a gondolatai meg az érzelmei teljesen a helyre kerülnek. Nem szoktam visszautalni korábbi bevezetőkre, de azért hadd meg azt, amit te adtál, és abban nagyon sok olyan gondolat volt részedről, amely e segít hallgassd vissza. Egyéb kérdés? A tanító-tanítvány kapcsolat viszonyról szeretnék abban a rávilágításban kérdezni, hogy a forma üresség, a forma forma, nincs forma, nincs üresség. Tehát, hogy van tanítvány, aki úgy gondolja, hogy ő a tanító tanítója, van tanítvány, aki semminek nézi a tanítót, bár úgy gondolja, hogy tanítója van, és van, aki tanítóként uh, kezeli, vagy egyáltalán tartja a kapcsolatot a tanítóval. És azért fontos számomra most, mert tényleg egy olyan világban élünk, ahol a mindenki gurut, meg tanítót, meg mestereket uh, halmoz egymás után, de nagyon nem tapasztalom azt, hogy a jellemző lenne az a korrekt tanító tanítvány viszony, ami úgymond a tradíciót is tovább tudja vinni korrektül. És erről kérlek, hogyha egy tisztánlátás kedvéért beszélni. Te milyen tanítvány vagy? És még? Szóval én kérlek, taníts. Ennyi. Köszönöm szépen. Erre a válaszom az, hogy miben segíthetek. Ugyanis ez a helyes tanítói hozzáállás. Tehát hogyha megvan legalább az egyik részéről a helyes hozzáállás, akkor nagyon hamar a másik részéről is meglesz, vagy pedig bomlik a viszony és megyünk tovább. Itt nyugaton nem lehet eltekinteni attól a karmától, amelyet a szervezetvallások, a művészetek, a tudomány, a köznevelés így szépen lerakott az emberek elé, hogy tessék, ez a pap, ez a művész, ez a jós, ez a sámán, ez a tanító, és akkor tessék viszonyulni ezekhez, majd megmondjuk, hogy hogyan. Itt Európában ez rendkívül fejnehéz, mert ugye fölülről jön látszólag minden. És az a helyzet, hogy keleten van ennek egy még keményebb változata, ez az indiai-tibeti Nepál, Mongol, ugye Tantrajána, ahol a guruváda még erősebb, mint ez a nyugati paradigma. És ha megnézed, itt nyugaton ezt értik, inkább ehhez szoktak. Semmint ahhoz a kicsit konfuciánus hierarchiához, amely mondjuk a zenre jellemző Kína, Japán és Korea. Valójában nem a külső hierarchia számít, hanem egy valaminek a kimondása vagy ki nem mondása. Tehát, ha kimondom azt, hogy a tanítónak és a tanítványnak ugyanaz a lényege, csak az egyik mondjuk 20-30 évvel előtte jár a másiknak, akkor jártam el helyesen. Ez a tisztelet alapja. Tudok-e olyan szellemértéket tanítani a 20-30 év tapasztalatának a birtokában, amely téged előre visz az úton? Ez a kérdés. És ha igen, akkor szövődik egy tanító-tanítványi viszony. Ha meg nem, akkor lehet az guruváda, lehet az pap, lehet az jós, lehet sámán, lehet bárki, akkor eljátszuk a szerepeinket, de valójában érdemi tanítás és tanulás nem történt. Van-e kellő különbség a tanító és a tanítvány felébredettségi foka között? Ez a kérdés. És ha igen, akkor ez a polaritás összetartja az egészet. Újabb kérdés az, hogy jobban látja-e a tanító a tanítványt, mint a tanítvány saját magát. És ha igen, akkor a tanítvány ösztönszerűen úgy érzi, hogy igen, van mit tanulnia attól a tanítótól. Ha nem látja jobban, akkor legfeljebb akadémikus szinten társalognak és elmondja azt, amit könyvből tanult a tanító, és a tanítvány pedig oké, akkor elolvasom, és köszönöm a szemléletet és a rálátást. Ezen az úton, amit mi járunk, itt mélyebb dolgokról van szó, arról a látásról, amely a tudatosságot adja, a lélek és test tudatosságát egyszerre. És ez az, amit gyakorlunk bent az interjú szobában. Tehát minden egyes ütéssel letisztul a tudat felszíne, és látunk valamit, amit addig nem. Intuitíve tudunk működni addig, amíg a gondolkodás újra beren felhősíti a tükrünket, vagy az érzelmek. Ezért a praxis az a zennek tényleg a gerinc oszlopa. Enélkül nem megy. Nagyon sok jóféle buddhizmus van, de a zenben ez az intuitív, ráérző, minden dualitást meghaladó, tiszta, tükörszerű praxis az elsődleges. Itt derül ki, hogy van-e tudattól-tudatig való kapcsolat a tanító és a tanítvány között. Beszéltünk az ősiségről és a családi karmáról. Nagyon nehéz volt az apai ágnak azt a karmáját tolerálni, aztán meghaladni, utána megemészteni, és végül értéket találni benne. És pont az elmúlt héten a zen négy alapelve mellé felsorakozott apámnak a négy legfontosabb mondata. Ezt azért mondom most el, mert a tanító-tanítvány viszonyban ez eszenciális, és ha egy szellemi tartalmat is közvetítő családról van szó, akkor szerintem ez meg fog jelenni, ilyen vagy olyan módon. Tehát, ahogy nagyon sokan tudhatjátok, az N első alapelve az az, hogy ne támaszkodj az írásokra. Apai változatban ez úgy hangzott, hogy tud, hogy mi az elég, vagy hol van az elég, mennyi könyv elég. Mennyi tudás elég? Mennyi körbe-körbe járás elég? Közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Tud fiam, hogy mi a legfontosabb, és csináld azt. Ez a legfontosabb, ez tényleg a létünk gyökere, az élet és halál középpontja, igazi önvalónk tapasztalatára való szándék. Harmadik, a megvilágosodás egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával. Fiam, amit csinálsz, csináld a legjobban. Ez az a minőség. Az a minőség, amit látnunk kell magunkban és magunkon kívül ahhoz, hogy egyáltalán értelme legyen az életnek, hogy valami olyat teremtsünk, ami minőségi. És a legalapvetőbb emberi minőség az az önvaló és ez a tapasztalat, amelyhez képest minden más múlandó feltételhez kötött és tökéletlen. Amelyhez képest tényleg minden egyéb minőség már valami teremtett. De ez az, ami teremti. És a negyedik, tudattól tudatig való átadás. Fiam, fejezd be, amit elkezdtél ha megnézed, ez a négy így gyönyörűen párhuzamba hozható, és a minden életben művelhető. És azért, hogy halt sorrendben mind a négyet, ne csak párhuzamban, most elmondom így is, nem támaszkodás az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, a felébredés egyenlő igazi önvalód tapasztalatával, és tudattól tudatig való átadás. Tud, hogy hol van az elég, tud, hogy mi a legfontosabb, amit csinálsz, csináld a legjobban, és amit elkezdtél, fejezd be. Kinek melyik működik legjobban? Nekem 8200 km kellett mennem, keletre és egy picit nyugatra is, hogy számomra ez beteljesüljön és igazá váljon. Tehát meg kellett tapasztalnom, a családnak azt az egyensúlytalanságát, amelyben apám 19 évvel ezelőtt meghalt, megemészteni a karmát, megtalálni az értékeket, hogy mi az, ami benne a professzor volt, az apa volt, és a Szent Györgyi Albert érdemérmet hozta, és rengeteg tudományos eredmény hozott, amely számtalan embernek segített, hogy ezt kihozzam belőle, és akkor a kettő már egy platformon van akkor már belül nem kell szétosztanom, hogy ez a darma, ez a karma, ez a szanga, ez a család. Hát ilyen határvonal szerencsére már nincs. És nézd meg, hogy milyen értéket tudsz kihozni te a saját családi karmádból. És ehhez semmi más nem kell, csak nézd meg, hogy miért születtél oda. Tehát nyugati pszichológiák elképesztően sokat foglalkoznak a gyerekkoroddal. Te veled mi történt, ugye már fogantatásod kor, az első kilenc hónapban kb. utána pedig az első évben a születés, az első három év, a hét év, a tizenkettő, a 10 Rengeteg ilyen korszakolás van. Azt viszont spirituális paradigma hiányában nem kérdezik meg, hogy igen, te miért születtél oda? Milyen identitást halmoztál föl az előző életeidben ahhoz, hogy te abba a családba szüles? Mert nem a szomszédba születtél, és nem egy futárhozott véletlenül egyik háztól a másikig. Hanem te pontosan oda születtél azokhoz a szülőkhöz, ahol a karmát folytatódhat, akiket kiérdemeltél, akik kikeverték neked a testedet a DNS-ükből, akik hozzáadnak és elvesznek a karakteredből. Miért hozzájuk születtél, miért kaptad azt, amit kaptál? a legsebezhetőbb, legnyitottabb korszakodban, amikor tényleg úgy tűnt, mintha tabula ráza lettél volna, de sosem vagy az. Miért volt ez? Mi hozott oda? Milyen karma közös a szülőkkel? És mi az, ami különböző? Na, ha ezekre választ kapsz, akkor nagyon könnyű lesz megemészteni a családi karmát, de ha nem, akkor állandóan ilyen végzetszerűség, vagy sorsszerűség uralkodik majd az elmédben, hogy ezt valaki más csinálta. Valaki más tett téged oda. Minél inkább a körülmények áldozatainak tüntetjük fel magunkat, annál kevésbé vagyunk tudatosak az útban. Annál kevésbé járunk az úton. Tehát vedd birtokba azt a karmát, amit lehoztál, ezt csak a tudatosodás által teheted meg. Ha nem látod, nem tudod birtokba venni, nem tudod megtisztítani, nem tudod magadat teremtővé, tenni ismét, hanem egy szerencsétlen, teremtett, meghatározott, a sors keresztútjain taslikat kapó emberként élsz tovább. Ez méltatlan. Ennél mi többek vagyunk. Ennél mi jobbak vagyunk. Ezért van helye és követelménye a minőségnek. Azt a minőséget találd meg, ami tényleg az ember benned. És akkor esélyes, hogy tudunk segíteni másokon is. Addig nem. Egyéb kérdés? Most a zen alapelveiben, illetve egyébként is lehet hallani ugye önvalóról, lélekről, viszont a Buddha azt tanította, hogy nincsen hogy lélek vagy egyéni önvaló. Melyik fordítást olvastad ez a kérdés? Akkor úgy mondom, hogy önmaguktól létező dolgok nincsenek. Uh -huh. De ugye, hogy az előbb erről lehetett hallani a, ugye a zene, hogy ezt használja, illetve használtad, Ö, hogy alakult ez ki, hogy a kettő hát nem nehézzen. zárja ki egymást? Illetve hogyha nem zárja ki, akkor mi az, amit nem értek? Szerintem többet értesz, mint kellene. És még nem tapasztaltál eleget. Ha azt mondod, hogy van önállóan létező, elkülönült, individuális egyén, akkor harmincat kapsz a buthától. Ez biztos. Ha azt mondod, hogy nincs én, akkor is 30-at kapsz. Tehát nézd meg azt, hogy ez az avatár, ez a személy, akit most itt szemben velem, Szebastiánnak hívnak, az testből, lélekből, tudatosságból hogy áll össze? A testnek milyen részei vannak? A léleknek milyen részei vannak? Mi a hardware, mi a szoftver? Ha ez megvan, akkor a tudatosság megmutatja, hogy mi az operátor. Az nem egyenlő sem a testtel, sem a lélekkel. A léleknek nincs fix tartalma vagy szilárd entitása, ez így van. De ha azt mond, hogy nem létezik, hiba. Ha azt mond, hogy önállóan létezik, hiba. Oké? Okay. Köszönöm. Szívesen. Hát én az első megjelenésem, itt templomban való megjelenésemkor már meg voltam győződve róla, hogy vissza fogok érkezni ide, és meg is érkeztem teljesen ilyen belső indítatásból, és se indít indítatásom, se célom, sem fogalmam nincs mi. Ezt belecsöppentem egy haladó elvonulásba, és én azóta ilyen paravánnal magam körül. Úgy érzem, hogy úgy járkálok, és, és és kicsit szenvedek, és nem tudom mi ez. Elmondom, ez egy olyas valami, amely holnap délben véget ér. Használd ki a lehetőséget és hogyha van paravánod, hozd el hozzám, légy szíves, mert szeretnék rá festeni. Jó? jó? Koreában ilyen gyönyörű szútrákat festenek, ilyen különböző, fantasztikus anyagból, tehát ilyen papírral átragasztott, ilyen sejmes, olyan gyönyörű paravánok vannak, ilyen faragott kis csúcsok és hasonlók. Majd te megmutatod a tiédet, hogy az milyen jó. jó köszönöm. Nagyon jó. Helyes. Köszönöm. Szívesen. Na hát engem most megfogott ez a családos dolog, amit mondtál, hogy rá kellene nézni, miért pont oda születtünk, vagy mi a dolgunk, mi a közös karmánk. Ezt hogy, hogy lehet meg? Ó, nagyon jól. Tehát kezdjük az ellenkező nemű szülővel, mert az ott könnyebb. Mi az, amit szerettél abban, ahogy anyád főzött neked, szólt hozzád, segített, gyógyított, stb. És mi az, amit nem szerettél benne? Egy doboz, tehát a vegyed létszíves sorba az összes eddigi párkapcsolatodat, és mi volt az, amit abban a nőben szerettél és nem szerettél? Ez egy standard pszichológiai analógia, ezzel, ezzel, nem mondtam újat. És utána a keményebb rész, amikor az azonos nemű szülővel való összes rivalizáció, vitatkozás, utána harmonizálás, tanulás, és mi az, amit iszonyatosan nem bírtál az apádban, és mi az, amit nagyon megtanultál az apától És akkor ebben a pozitív, negatív polaritás játékban egyszer csak kialakul, hogy neked mit kellett tanulnod, és mit kellett felejtened, vagy fölülírnod magadban azért, attól fogva, hogy oda születtél. Minek voltál te konstans módon kitéve? Egész addig, amíg ott éltél. Amíg az én házamban laksz, addig azt csinálod, amit én mondok. Ismerős? Na. Ami ebben a dobozban van, az. Ezt uh, meditáció alatt, vagy csak így napközben? Akár... Javaslom meditáció alatt, különben megvágod az ujjadat, leesik a csavar a kulcsról, stb. Ez belül, szépen, azért vagyunk itt. Van idő rá. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor uh, találsz valakit, aki közel el hozzád, ja. és úgy érzed, hogy szellemi úton vagy közelebb hozzá, mint másképp. Mondjuk legyen ez egy férfi viszony. Legyen. Az ilyen... Okay. hagyományos, kicsit konzervatív, de legyen. Tehát... Szerencsére én is így gondoltam. Akkor ha a szellemi út érzését érzem erősebbnek. Érdemes elindulni anélkül rajta, hogy követi-e majd, tehát hogy erős felüli e a szellemi út érzése, vágyvilága, hogy az is egó, hogy ő személyi lehet, és nem másképp ö, ö, viszonyulok hozzá erősebb vonalon. Érted a kérdést? Jól mondom? Annyira diplomatikus volt, hogy majdnem nem értettem, de próbáljuk meg. <laughs> Na, akkor még egyszer. Ne de. a világ érsem, mert akkor már tényleg össze fog zavarodni. Okay. Mondom. Rendben. Jó. Köszönöm. Engedd meg, hogy innen a szerzetesi székből elmondjam neked egy társkapcsolatnak az alapszerkezetét. Tehát van egy testi, lelki és szellemi része, most az érzékszervek összes csatornáját nem fogom idehozni. De egy társkapcsolat semmikor sem úgy indul, hogy te is azt hiszed, amit én. Általában egy vörösboros, gyertyafénes rendezvúnál, amikor már a desszertnél tartunk, nem ezt szoktuk a másiktól megkérdezni. Ez úgy később derül ki. Tehát én azt gondolom, hogy egy párkapcsolat induljon úgy olyan természetességgel, ahogy azt később majd tisztogatni kell az illúzióktól. De nem ezen az alapon szoktunk pusztán szerveződni, mert ez nem jellemző egy párkapcsolatra rögtön, később lehet az. És én egy valamit javaslok, most tényleg nem megnevezve, hogy ez szellemi, testi vagy lelki úton következik be először, tudjuk-e segíteni egymást? Látom-e a másikat elég jól? Érzem-e a másikat elég jól? El tudom-e fogadni azt az örömet, boldogságot, amit a másik szeretne nekem adni, és tudok-e én neki adni örömet és boldogságot, amelyet ő elfogad? Tehát ezek a pozitív körforgások, ezek a visszacsatolások, teremtések, elfogadások, ezek legyenek meg először, és ha az megvan, akkor lehetne olyasféle magasztos szellemi célokról és síkokról beszélni, amelyek fontosak, de nagyon ritkán ez a motorja egy párkapcsolatnak. Ha viszont nincs, akkor előbb-utóbb az érzékszervisi kiürül. Viszont, hogyha mind a ketten követitek az utat, akkor mind a kettőtök tegye ezt saját elhatározásából abban a stílusban, olyan hagyományban, olyan felrakásban, ahogy szeretnétek. Nem szoktam javasolni, hogy az egyik megtérítse a másikat, mert abból előbb-utóbb probléma van. Nem kéne. És akkor teszem föl, hogy mind a kettő valamilyen hagyományt követ, és akkor átlátogatunk egymáshoz úgy, hogy tudjuk, hogy amikor a páromnak a hagyományába átmegyek, akkor én vagyok ott a vendég. Amikor ő jön át az enyémhez, akkor én vagyok a gazda. És otthon a vacsoraasztalnál mind a kettő egyenlő. Ez nagyon fontos. És nem elemezzük, nem vesézzük, nem minősítjük azt, amit a másik csinál. Csak meglátjuk, és együttérzően tükrözzük, hogy a másik milyen gondolatokkal, érzelmekkel bír hogy cselekszik, mit mond, és hogyan mondja. Akkor már tökéletes leszek. Még nem. Csak az úton vagyunk a felé, amit ideális vagy optimális állapotnak lehet nevezni. Én a tökéletességet javaslom kivenni belőle, mert mindig bukunk vele. Mindig. Állandó jelleggel. Ezt nem ugye, kéne. Ez olyan kép volt, amit elmondtál, mintha akkor már az ember tökéletesen. Tehát akkor már rendben. Ez az ember, akit te felvázoltál, ez ő gyakorlatilag rendben van önmagával. Nagy részt. De mihelyt a másik belép a képbe, és ezért szép egy párkapcsolat, az az önkép, amit addig ő viselt, az megolvad a szerelem tüzében. És jobban látszik a szeretet fényében. És ez a tűz és ez a fény, ez állandóan változik. Az a jó, ha mind a kettő ott van, eltérő az erősségük, de legyen ott mind a kettő. És hogyha nem lenne az a fajta fantasztikus energiaérzés és megnevezhetetlenség, amit szerelemnek nevezünk, akkor például tizenévesen nem élnénk át az énség megolvadását és teljes áttransformálódását, amely persze később, 20-30-40 esetleg későbbi korokban is elkövetkezhet. Ahhoz, hogy te a felébredés útját járjad, ahhoz a szerelmet meg kell tapasztalni teljes mélységben hogy mi az, amikor te elhamvadsz ennek a tüzében, és egy másik fajta énségként, személyként már a kapcsolatban újra teremtődsz ezáltal. Na ez az alaptapasztalat, aztán ennek a finomabb változatai következnek később. Megköszönöm mindenkinek a ma esti jelenlétet, vendégeinknek is, vendégtanítóinknak is, és remélem, hogy ebben a szilárd szellemben folytatjuk az elvonulást, és utána pedig azt a mindennapi gyakorlatot, ahol minden pillanatban vizsgázunk. Ehhez kívánok mindenkinek tiszta tudatot, nagyon erős középpontot, helyes irányvételt és egy nyitott maga magatartást. Köszönöm a figyelmet.